Kalandozások Szolnokon gyerekeknek. 14. rész. A hazafelé vezető úton. Morfondírozni kezdtem, szóval van megyeháza és városháza. De mi lehet a különbség a kettő között? Ekkora gyerekcsoport állt meg mellettünk. Gondoltam általános iskolások. A tanítónéni előállt és azt mondta, múlt órán következő állomása a megyeháza épülete. Emlékeztek, ugye, hogy nemrég a városházán jártunk. Ott megbeszéltük, a városházán intézik a Szolnok városával kapcsolatos ügyeket, a megyeházán pedig azokat, amik egész Jászlanegyedünk Szolnok megyére vonatkoznak. Így már értem, gondoltam magamban. Nagyon érdekes. Az első megyebált 1886-ban rendezték a megyeháza dísztermében. Az egy emeletes épület eklektikus stílusú. 1878-ban Pukher József építész irányításával Benkó Károly és Pártos Gyula tervei alapján építették meg. Ennek emlékét egy márványtábla is őrzi a bejárat mellett. Hűha, még be kell mennünk a könyvtárba, bökte meg nózimat a sétapartnerem. Ahogy ezt kimondta, szinte pár másodperc múlva már ott is álltunk a bejáratnál. Nézz, Zokni, ez a Versegi Ferenc könyvtár. Bementünk az épületbe. Úgy láttam, nemrég újíthatták fel. Nagyon szép lett minden, mondta egy fiatal nő, a pult mögött ülő, nagyon kedves tekintetű hölgynek, miközben könyveket adott neki vissza. Bizony, válaszolt a hölgy. Szétnéztem, s azon kezdtem el töprengeni, ki is az a Versegi Ferenc, akiről a könyvtárat elnevezték. Később ezt is megtudtam. Képzeld! Versegi Ferenc országosan ismert nyelvész, tudós, költő, aki Szolnokon született 1757-ben, és 9 éves koráig itt is lakott. Az ő fordításában szólalt meg először magyarul a francia himnusz. Azt is megtudtam, hogy az ő nevét kapta egy gimnázium és egy park is.